Nekem azért tetszett ez a darab, mert voltak benne olyan képek és olyan érzések, amiket tovább tudok vinni a hétköznapokba, olyan kérdések, amikre még nem tudom a választ, de biztos, hogy foglalkoztatni fog a következő napokban. Kis embernek hiába vannak sikerei, körülötte a nagy emberek aratják le a babérokat. Az a véleményem, hogy nagyon el vannak találva a szerepek, különösen a Hunyad Kürtinek ez nagyon vág ez a szerep, úgyhogy tetszik a darab. Talán a mai kornak azt a kisemberét személyesíti meg, akik mindannyian vagyunk a mai Magyarországon. Bármilyen kurzusról legyen szó, a kisembernek nagyon nehéz dolga van. Tehát a politika úgy próbál bekúszni a mindennapjainkba, hogy tényleg észre se vesszük. Tehát egyik nap lehetünk sztárok, úgymond, a másik nap pedig elbukhatunk, holott ugyanazt a dolgot csináltuk, a saját igazunkért állunk ki. Azt hiszem, hogy a végén még el is lehet érzékenyülni, és nem is beszélve Hunyad Kürtiről. Nagyon bátor tettnek tartom azt, hogy ezt a Kaposvári Színház a műsorára tűzte, hiszen olyan érzelmeket korbácsol az emberekben, amire szükségünk van. És pont azért jövök színházba, azért van bérletem, hogy ezeket az élményeket megkapjam, és ezt nem egy tévéfilm, nem egy videófilm előtt szeretném megkapni, hanem élő húsvér színészekkel és kaposvári színészekkel, akiknek a mai alakítás azt hiszem, hogy azért rendkívüli volt. Ön kivel azonosul ebből a történetből? Hát a tanárúdról.